Thank you. That was for me. Yes, we can start. Okay. So, Dori, Yes, I'm here. can you give me an idea of how many people, what ages, Oh, I can guess. how many people have heard of Ho'oponopono before? I suppose there are around 100 people, and I'm just gonna ask. Tegye föl a kezét, aki már hallott a Ho'oponoponóról. Mainly everybody. Mainly everybody. Mainly everybody have heard of Ho'oponopono. Yes, who are here? Yes, in this audience, yes. Wonderful. So how many of them practice Ho'oponopono? És hányan gyakoroljátok a Ho'oponoponot? Okay. So okay, so my name is Mabel Katz. Mabel Katznak I am hívnak. go ahead. I am originally from Argentina. Eredetileg Argentinából származom. I live in Los Angeles now in USA for the last 33 years. Az elmúlt 33 évben és jelenleg is az Egyesült Államokban, Los Angelesben élek. And right now I'm in Peru. Jelenleg Peruban tartózkodom. I travel around the world with this message of Ho'oponopono. És jelenleg járom a világot, hogy átadjam a Ho'oponoponónak az üzenetét. Because this Ho'oponopono had changed my life. Mivel a Ho'oponopono megváltoztatta az életemet. It's very easy to do. És itt vagyunk most. But like you experience, sometimes we don't do it. És hasonlóan hozzátok van, hogy tapasztaljuk, de utána nem csináljuk, sajnos. Okay, so in Argentina, I have two university degrees. I'm a CPA, public accountant, and licensed in business administration. Én Argentinában két diplomát szereztem, az egyik könyvelés, a másik pedig egy üzleti adminisztrációval kapcsolatos. And I let go of all that. I was very successful as an accountant. But I let go of all that to do this that I'm doing here with you today. És megtörtént, hogy habár én nagyon sikeres voltam a munkámba, mindent ott hagytam a Ho'oponoponóért. Because I learned that the most important thing is that we are happy. És megtanultam, azért tettem ezt, mert megtanultam, rájöttem, hogy a legfontosabb dolog az életben, hogy boldogok legyünk. We've been programmed and we learn a lot of things that teach us that we need things or we need titles or we need money or people out there to make us happy. És mi olyan programot kaptunk, amiben azt tanultuk, hogy egy csomó külsőség, például pénz, tanítók kellenek ahhoz, hogy mi az életben boldogok legyünk. So we need to unlearn, we need to let go of all these programs. És most arra van szükségünk, hogy ezt a programot elengedjük, amit eddig tanultunk. Because if you look around or you look at yourself, you see we are not happy people. És ha most körbenézünk, akkor a környezetünkben láthatjuk, hogy mi igazából nem vagyunk boldog emberek. And usually happy people are successful people. They have money, they have all the resources they need. Mert hogy a boldog emberek, azok sikeres emberek. Mindenük megvan az életben, amire szükségük van, pénz és egyéb erőforrások. So how did I change? I was a very intellectual person. I didn't believe in anything I'm going to share with you today. So how did I change? A kérdés ugye az, hogy én hogyan változtam, mert én egy nagyon intellektuális ember voltam, és nem hittem semmi ilyen, nevezzük spirituális dologban régebben. Okay, so I have two boys, two children, and my oldest son one day talked to me the way I used to talk to him, angry.
két fiam van, és az egyik fiam azt mondta, hogy korábban én nagyon mérgesen beszéltem vele. And that day I woke up. És amikor a fiam ezt mondta nekem, hogy én hogyan kommunikálok vele, akkor valahogy felébredtem. That day I decided that I had to change. És ezen a napon elhatároztam, hogy nekem meg kell változnom, változtatnom kell. I realized I was looking for happiness in the wrong places. És rájöttem, hogy én ezeddig a boldogságot rossz irányból vártam, rossz irányba kerestem. See, I had the university degrees. I had the houses, I had cars, I had the husband, the family. I had everything that you think somebody needs to be happy, but I was very unhappy. Én nekem mindenem megvolt, amire egy embernek szüksége van. Házam volt, munkám volt, családom volt, egyetemi végzettségem volt, mindenem megvolt, és ennek ellenére nem voltam boldog. And I realized that my son had learned that from me, and that's not what I wanted to teach him. És arra is rájöttem, hogy a fiam pont ezt tanulta el tőlem, és pont ez az, amire én tanítottam őt, hogy ne legyen boldog. So I realized that I was the one to change if I wanted him to be happy. És akkor rájöttem arra, hogy ha azt szeretném, hogy a fiam boldog legyen, akkor először is nekem kell megváltoznom. Okay, so for example, I went to a class, a yoga class, and the teacher at the end of the class made us do a visualization. Például elmentem egy jóga órára, és a jóga óra végén a tanár megkért bennünket, hogy végezzünk el egy vizualizációs gyakorlatot. It was the first time I heard the word visualization. És ez volt az első alkalom az életemben, amikor hallottam arról, hogy létezik ilyen dolog, hogy vizualizáció. And what I imagine that day, I remember, it was that I had a nice relationship with my son. És ezen a napon kezdődött egy nagyon jó kapcsolat a fiammal. Because at that time we couldn't even be together in the same room. És innentől kezdve nem kellett nem kellett az, hogy ugyanabban a szobában tartózkodjunk. So that same day he came back from school and he asked me if he could come with me to run some errands. Amikor megjött az iskolából, akkor megkérte, hogy menjek el vele. So I was shocked because I realized in that moment the power of our thoughts, the power of our imagination. Én teljesen megdöbbentem ekkor, mert ekkor tapasztaltam meg először életemben a vizualizációnak az erejét. And because I thought it could be that we are so powerful that whatever we imagine or we think, we can manifest. És ekkor tapasztaltam meg, hogy mennyire erőteljesek vagyunk, hogyha elképzelünk valamit, akkor az utána megjelenik a való életben, manifestálódik. Okay. Before I used to see myself as a victim. I depended on other people out there, outside of myself. Egészen addig úgy éltem az életemet, hogy más emberektől függtem. So I realized that we all have the power to change our life inside of ourselves. És rájöttem arra, hogy mindnyájunkban megvan az az erő, amivel meg tudjuk változtatni az életünket, de úgy, hogy először belül változunk. That when we change, then others change. És hogyha mi változunk, a környezetünk is, mások is változni fognak. Okay, so we were also programmed, yeah, that others had to change in order for me to be happy. És ez úgy tudtuk, vagy mi úgy voltunk ez idáig programozva, hogy az összes többi embernek kell változni ahhoz, hogy mi boldogok legyünk. So how come if we were having that relationship with my son,
In the morning, I do that visualization of having a good relationship. At that same day, he's asking me to spend time with me. És azon a napon, amikor én reggel elképzeltem, csináltam egy vizualizációt, már azon a napon a fiam megkért arra, hogy töltsek vele időt. I was a person that only believed in what I could see and touch. Én az idáig, addig a napig az az ember voltam, aki csak abban hitt, amit látott, amit megtapasztalt, amit a kezével meg tudott érinteni. But I was a very unhappy person. De egy nagyon boldogtalan ember voltam. So when I open up my mind, és amikor megnyitottam az elmémet az új tapasztalatokra, I actually became happier. És azt vettem észre, hogy egyre boldogabbá kezdek válni. I said maybe I cannot see, maybe I cannot hear, but my opening my mind that maybe exists even if I cannot see or hear, it made me happier. És rájöttem arra, hogy lehet, hogy nem látom, lehet, hogy nem hallom, lehet, hogy nem tudom megérinteni, vagy megérinteni a dolgokat, de érdekes módon egyre boldogabbá válok, hogyha megnyitom az elmémet. So, many times we believe certain things or we behave in a certain way because we want to be approved, we want to be accepted by others, we don't want to be different. Nagyon sokszor azért csinálunk valamit, vagy azért viselkedünk bizonyos módokon, mert meg szeretnénk valamit tapasztalni, vagy ezt tanították nekünk. Okay. But we are unhappy because we don't love ourselves, we don't accept ourselves. De ennek ellenére mi boldogtalanok vagyunk, mert nem szeretjük magunkat, és nem tiszteljük magunkat. Okay, so a friend of mine that noticed I was in searching gave me a metaphysical book. Egy napon egy barátom adott nekem egy metafizikai jellegű könyvet, aki ezzel a kutatással foglalkozott. But then I went to take a training with a psychologist and he was talking about the same thing that were on the metaphysical book. És érdekes módon utána elmentem egy tanfolyamra, ahol a pszichológus nagyon hasonló dolgokat mondott, mint amit ebben a metafizikai könyvben olvastam. I went to take a training with a psychiatrist and he was talking about the same thing on the metaphysical book. És aztán utána elmentem egy pszichiáterhez, szintén egy tanfolyamra, és ő is ugyanezeket a dolgokat mondta, mint amiket én ebben a metafizikai könyvben olvastam. So I told myself, I found something. I was really happy for the first time in my life. És ekkor azt mondtam magamba, hogy találtam valamit, és ekkor életemben először igazán boldog voltam. So I'm going to tell you what I found out. I found out that the universe is always right there waiting to and ready to help us. But it's waiting for you and me to make a decision, to take that first step. És elmondom nektek, hogy én mire jöttem rá, mit tapasztaltam meg. Azt, hogy az egész univerzum csak arra vár, hogy segítsen nekünk, de ehhez nekünk kell megtenni az első lépést. It's always a decision. When you make that decision, today you can make that decision, I'm going to be happy, no matter what is going on around myself. De ez a döntés tőlünk függ. Akár ma is meghozhatjuk azt a döntést, hogy igen, én boldog akarok lenni mostantól. Today I'm going to decide to be myself. There will be people that won't like it. But I want to like myself. I want to be myself. I want to be happy. Meg kell hoznunk a döntést ahhoz, hogy innentől kezdve boldogok legyünk, ez a mi felelősségünk, és lehet, hogy nem mindenkinek fog ezt tetszeni, de akkor is a mi felelősségünk, hogy innentől kezdve boldogok legyünk. So it's much easier of what you think it is, because it depends on you. It depends on the decisions that you make. And then the universe gets to work for you.
ez sokkal könnyebb dolog, mint ahogy első pillanatra látszik, hisz ez csak tőlünk függ. Nekünk kell megtennie az első lépést, hogy döntünk, hogy boldogok leszünk. Az univerzum pedig csak a mi döntésünkre vár, hogy innentől kezdve a segítségünkre álljon. So we need to find out who we are. Meg kell találnunk először is, hogy ki vagyunk mi magunk. We don't know who we are. We are lost. We are asleep. Hogyha nem tudjuk, nem vagyunk tisztában azzal, hogy kik is vagyunk mi valójában, akkor még nem ébredtünk föl, akkor alszunk. And it's time to wake up. We need to wake up. És itt van az idő, hogy felébredjünk. Szükségünk van arra, hogy felébredjünk. Okay? We need to stop our programming. You know the crazy one in the house, the one that is always talking to us, having opinions and judgments. És itt az ideje annak, hogy ezeket az őrült programokat, amik eddig bennünk futottak, ezeket megállítsuk, például, hogy attól függünk, hogy mások mit mondanak rólunk, mi a véleményük rólunk. Okay? So, and the only one that can do that is you. Az első dolog az, hogy te itt vagy, a te jelenléted. It is your decision. It is your choice. You have free choice. Ez a te döntésed, és szabad akaratod van dönteni ebben. Pain is inevitable. Things are gonna happen to you. But suffering is optional. When you see yourself as victim, it's optional. You are choosing to suffer. A fájdalom az az életnek egy elkerülhetetlen dolga, mindenkivel megtörténik. De a szenvedés az már tőlünk függ. A szenvedést azt mi döntjük el. So, everything that we attract in our life is perfect because we planned it before. Because it's perfect for us to grow and to find out who we are. Minden olyan dolog, ami történik az életünkben, az tökéletes, hisz korábban már mi terveztük el, hogy ezek a dolgok meg fognak történni velünk, és ezek a történések mind a mi növekedésünket szolgálják. Okay, so that's what Ho'oponopono did for me. It's starting finding out who I am. And that gives you a lot of peace of mind. Being yourself, loving yourself just the way you are. That gives you a lot of peace of mind. És a Ho'oponopono ezt jelenti számomra, hogy saját megtalálom azt, vagy megtaláltam azt, hogy ki is vagyok én valójában. Okay, so feeling yourself okay in your body, feeling okay with being alone, but not feeling lonely. Hogy jól érezzük magunkat a testünkben, hogy jól is érezzük magunkat egyedül, ami nem jelenti azt, hogy magányosak vagyunk. Because it doesn't have anything to do with being with people around. Sometimes we have a lot of people around and we still feel lonely. Mert hogy nincs mit kezdenünk az emberekkel ilyen értelemben, akik körülöttünk vannak, mert hányszor van az, hogy sokan vannak körülöttünk, és mégis magányosan érezzük magunkat. Okay, so for me, very important things that help me to find that happiness inside. Számomra az nagyon fontos dolog volt, hogy megtaláltam a boldogságot belül saját magamban. Realizing that what I think of myself is important, not what other people think of myself. És rájöttem arra, hogy a legfontosabb dolog az, hogy én mit gondolok magamról, nem az, hogy a másoknak mi a véleménye rólam. Learning to put myself first and doing what works for me, that's not being selfish. Az, hogy magamat előtérbe helyezem, az első helyre helyezem, ez nem önzőség. Because the era of sacrifice is gone. We are in a new era. This is, you have to take good care of yourself, and if you are okay, everybody else will be okay. Az önfeláldozások kora már véget ért. Nagyon fontos, hogy magunkat helyezzük előtérbe, és hogyha mi jól vagyunk, akkor minden rendben van körülöttünk. Knowing that everything is perfect and correct, that I don't know from my intellect, that I won't understand my intellect, but that everything is perfect, and I just need to let go
stop the reaction, yeah, not engage so much with the things or take it so seriously. Fontos, hogy tudjuk, hogy megtapasztaljuk, hogy bennünk minden rendben van. És innentől kezdve nem számítanak olyan dolgok, hogy mi van körülöttünk, hogy esetleg a dolgok nem tökéletesen mennek körülöttünk, mert a lényeg az, hogy bennünk minden rendben legyen. That everything is a blessing. Behind every problem, there is a blessing in disguise. But if, because I engage, I cannot see the blessing or I cannot receive it. So I need to let go. Is let go and trust. Minden dolog, ami történünk az életünkben, egy áldás. De ezt sokszor nem látjuk, ezért fontos, hogy hagyjuk a dolgokat elmenni, elengedjük a dolgokat. So trusting, I learned to trust. But I started by trusting myself. Knowing that there is a part of me that knows everything, that has all the solutions to my problems. So always look inside and trust, knowing that I'm not alone. Meg kellett tanulnom, hogy a bizalom mennyire fontos, a bizalom saját magamban, abban, hogy minden rendben van úgy, ahogy van, és az összes többi dolgot hagyni, csak menni, elengedni, bízni saját magamban. Okay, so I did a lot of seminars. I know truth is only one, different path, yeah, to get to truth. Nagyon sok szemináriumot tartottam az életem során, és rájöttem az igazságra. I tried different path, but I knew there had to be an easier way, an easier and faster way. Többfajta utat végigjártam, de megtaláltam a legkönnyebb utat. I found it. It came to me because I said there has to be an easier and faster way. So the easier and faster way came to me. Mivel megtapasztaltam sok utat, ezért gondoltam, hogy kell lenni egy könnyebb útnak, ami számomra legkönnyebben, legegyszerűbben megy. És én ezt megtaláltam. And is this Ho'oponopono? És ez pedig nem más, mint a Ho'oponopono. Ho'oponopono is a very ancient Hawaiian art of problem solving. Uh-huh. A Ho'oponopono egy ősi hawaii probléma megoldó módszer. That tells us that we are 100% responsible. Ami azt jelenti, hogy mi 100%-ban felelősek vagyunk. So what are we responsible of? És hogy miért vagyunk felelősek? Just a minute. Okay. I'll wait. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hello, hello. Testing, testing. Okay, thank you very much. One, two, three. One, two, three. Yeah. It's okay now. Yes, it's okay now. Thank you. It's better. Just we have a concert behind us and it's really disturbing and somehow the connection was bad, but now it's much better. Thank you. I can continue? Yes, yes, yes. Thank you very much. Okay. So I was explaining Ho'oponopono. Because I knew there was an easier and faster way, it came to me. Mivel megismertem a Ho'oponoponót, és megtapasztaltam, hogy van ennek, tehát az önmegismerésnek a lehető legkönnyebb útja, ami létezik. Okay. So because I noticed a lot of drama. In other trainings, I noticed we still were blaming somebody, my mother, my uncle, the neighbor, always somebody was at fault, yes, for my problems. A korábbi tanfolyamokon megtapasztaltam, hogy rengeteg dráma van körülöttünk, és mindig másokat okolunk mindenért. Például az anyánkat, a nagybátyánkat, a körülményeket, mindig más a hibás. See, when you blame, you are giving the power and the control to the other people. You depend on them now.
amikor másokat vádolunk a saját problémáink miatt, vagy másokat hibáztatunk, akkor átadjuk nekik a vezetés, az életünk vezetésének a lehetőségét. You are a victim. És ilyen esetben mi áldozatok vagyunk. No, you are not a victim. And you can change your life. Nobody can do it for you. És ez nem igaz, mert mi nem vagyunk áldozatok. Meg tudjuk, mi vagyunk azok egyedül, akik meg tudjuk az életünket változtatni. By taking 100% responsibility, that will set you free. Azáltal, hogy 100%-ban felelősséget vállalunk a dolgainkért, a tetteinkért, és ezáltal a többi embert felszabadítjuk ez alól a felelősség alól. So 100% responsibility is not that you are guilty. De természetesen az, hogy 100%-ban felelősek vagyunk valamiért, ez nem jelenti azt, hogy mi bűnösök vagyunk. 100% responsibility is that there are programs inside of you that are playing and attracting certain situations or people in your life. A 100%-os felelősségvállalás az azt jelenti, hogy vállaljuk a felelősséget azért, hogy azok a programok, amik bennünk futnak, azok vonzották be, vagy vonzák be a különböző eseményeket. You created it, you can change it. It's inside of you. You have the power now, you have the control. Mivel mi hoztuk létre, mi is vagyunk azok, akik ezt meg tudjuk szüntetni, el tudjuk engedni. Éppen ezért mi vagyunk, akik a saját életünk fölött az uralmat gyakoroljuk, nem mások. When I realized this, I felt free for the first time in my life. Amikor erre rájöttem, életemben először éreztem azt, hogy szabad vagyok. So it's just a problem running in me, and I just need to let go and allow a part of me to erase. És akkor nem volt más dolgom, mint hagyjam, mint azt, hogy hagyni, hogy ezek a hibás programok kitörlődjenek, a lényem egy része kitörölje ezeket a hibás programokat belőlem. Did you know that actually when you let go, you are in control? Know when you think? Tudtátok-e azt, hogy amikor hagyjátok a dolgokat elmenni, akkor tulajdonképpen ti kontrolláljátok az életeteket? Did you know that your intellect doesn't know anything? Even if you have university degrees, your intellect is the smallest part in you. Tudtátok-e azt, hogy a ti intellektusotok tulajdonképpen semmit nem tud? Még akkor sem, hogyha akár egyetemi végzettséggel rendelkeztek. Csak egy picike része a ti lényeteknek. It has a very small perception. It doesn't have the whole picture. Az egész képből az intellektus csak egy nagyon kis picike részt érzékel. That's why we need to go back to being children again. Because when we were children, we knew. Ezért fontos, hogy visszamenjünk, újra gyerekek legyünk, mert a gyerekek ezt tudják. We didn't listen to the intellect so much. We listened more of how things felt. We had a different sense for things. We knew things and we couldn't tell how we knew them. Mert hogyha visszafordulunk a saját gyereki valunkhoz, akkor ott nem annyira az intellektus az, ami véleményt alkot, hanem az érzések, meg az, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen csak tudunk. So we all know things that we don't know how we know them, and we need to start trusting that. Mi mindnyájan tudunk olyan dolgokat, amiről nem tudjuk, hogy mi tudunk, mi tudjuk ezeket, és nagyon fontos, hogy bízzunk magunkban. That is the part of us that knows, and that has all the solutions and answers that we are looking for. És van egy, ez az a részünk, amelyik ezt tudja, hogy mi tudunk mindent, és ezért mi visszafordulunk ehhez a részünkhöz, és bízunk benne. Did you know that scientists now know that the brain is not actually where we think it is, but the brain is our hearts, and it's our heart that gives the directions to our brain, and not the other way around.
Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy most már a tudósok is kezdenek rájönni, hogy a tudás az tulajdonképpen nem annyira az agyban van, hanem a szív az, ami adja az információt az agynak. So, a scientist actually in Venezuela many, many years ago told me that letting go is exact science. Egy venezuelai tudós évekkel ezelőtt mondta, hogy az elengedés az szintén egy tudomány maga. So, when you have a problem, I know that you were told to think, or you were told to worry, but that's the worst thing we can do. That's what we are completely out of control. Amikor hallunk egy problémáról, akkor elkezdünk gondolkodni rajta, és ez az egyik legrosszabb dolog, ami ilyenkor történhet. We want to appeal to another part of us that has all the, can see the whole picture, that has all the, again, the solution, yes, that knows everything. És nekünk fontos, hogy a lényünk azon részéhez forduljunk ilyenkor, amelyik mindent tud, habár mi nem tudjuk, hogy ő tudja, az intellektusunkkal nem tudja, de ő mindent tud, és látja az egész képet. So that's why the trusting, because I need to let go and trust that it is a part of me that is taking care of my problem. És ezért lényeges a bizalom, hogy higgyünk abba, bízunk abba, hogy van egy részünk, ami tudja, hogy mi az, amit el kell engedni, mert ő az egész képet látja. Okay, so Ho'oponopono is about letting go. Tehát a Ho'oponopono az elengedésnek a művészete. It's about stopping the crazy voices in our head. Ami arról szól, hogy meg tudjuk állítani az őrült hangokat a fejünkbe, amik állandóan ott szólnak. This part of us that is always talking, having opinions, thinking it knows. És ez a részünk állandóan ott duruzsol a fejünkbe, mondja a véleményeket, mondja a gondolatokat. Okay? So it's living more in the present. Ehelyett pedig a jelenben, sokkal inkább a jelenben létezzünk. Because these programs and memories that have been downloaded in our computer bank are the ones taking always ourselves back to the past or to the future. Amikor ezek a hangok ott zümögnek a fejünkben és mondják a gondolataikat, akkor tudjuk azt, hogy soha nem a jelenbe vagyunk. Ilyenkor mindig visszamegyünk a múltba, és a múltból hallunk véleményeket. Okay. So the stories, you know, the emotions are always taking me to the past. It's something that it reminds me, a memory that gets triggered. Ezek a gondolatok ilyenkor mindig visznek minket a múltba, régi érzelmeket élünk meg, és ezek mindig stimulálják az agyunkat, de soha nem a jelenben vagyunk ilyenkor, hanem a múltba, a múltra emlékezünk. If you are worried, pay attention. You are thinking in the future. Yeah, what you are going to do next week or tomorrow, later, next year. You are in the future. Amikor pedig aggódunk valamiért, akkor szintén nem a jelenben vagyunk, hanem a jövőben, hogy mi fog történni, mit fogok mondani, mi lesz akkor, ha soha nem a jelenben vagyunk, amikor aggódunk. So when you let go, you come back to the present. In the present moment, you can change your life. És amikor hagyjuk, hogy amikor elengedjük a dolgokat, akkor mindig visszakerülünk a jelenbe, és az életünket csak a jelenben tudjuk megváltoztatni. No need to worry about the future. You are creating the future when you let go in the present. Semmi szükség arra, hogy a jövőről aggódjunk, vagy a jövővel kapcsolatban aggódjunk, hiszen a jelenben hozzuk létre a jövőbeli életünket. When you let go, you are allowing the universe to take care of you, to guide you. Amikor hagyjuk a dolgokat, elengedjük a dolgokat, akkor engedélyt adunk az univerzumnak arra, hogy segítsen minket, hogy egy útmutatást mutasson a jövőre nézve. You are asking for help. You have to ask
Otherwise the help cannot come because you have free choice. Amikor hagyjuk elmenni a dolgokat, akkor az univerzumtól segítséget kérünk. De nekünk kell kérni a segítséget, hiszen szabad akarattal rendelkezünk. Okay? So your job is to be present. Your job is to be happy. Tehát a feladatunk az, hogy jelen legyünk és boldogok legyünk, a jelenben legyünk. Stopping the emotions that take you to the past. Stopping the worries that take you to the future. Fejezzük be azt, hogy olyan érzelmeket érzünk, amik visszarántanak minket a múltba, vagy elkezdünk aggódni, amik pedig a jövőbe visznek minket. A jelenben legyünk. Letting go and trusting. Hagyjuk a dolgokat elmenni, elengedni, és bízzunk. So how do you trust? How do you learn how to trust? De a kérdés az, hogy hogyan bízzunk, hogyan tanuljuk meg ezt a bizalmat. Trusting is also a decision. A bizalom az egy döntéssel kezdődik. And it takes practice, practice, practice. Then becomes natural. És utána gyakorlat, gyakorlat, vagy gyakorlás, gyakorlás, míg végül a természetünké válik. So if I tell you what I did myself, because I didn't believe in anything, I didn't trust anybody or anything. Hogyha elmondom nektek, hogy én hogy csináltam, mert ugye én mondtam nektek, hogy én soha nem hittem semmiben, és nem bíztam semmiben és senkiben, csak azt, amit én tapasztaltam. I probably didn't trust myself either before. Valószínűleg saját magamban sem bíztam korábban. So I started trusting myself first. I started practicing trusting myself, loving and accepting myself just the way I was. Tehát az első lépés az volt, hogy elkezdtem magamban bízni, és elkezdtem szeretni magamat olyannak, amilyen éppen vagyok. As you start trusting yourself, you will start believing, because things are gonna start happening to you. Abban a pillanatban, hogy elkezdünk bízni magunkban, elkezdünk hinni is, hiszen a dolgok kezdenek megtörténni, kezdjük bevonzani a dolgokat. See, as you become yourself, as you allow to be yourself and accept yourself just the way you are, things are coming to you. Remember that we were told things will be added. Your job is to be just yourself. Ahogy elkezdünk bízni magunkban, és ezáltal elkezdünk hinni, így a dolgok kezdenek megtörténni velünk, megjelennek az életünkben. És ezáltal lehetünk azok, akik valójában vagyunk, megtaláljuk a valódi énünket. És ez a mi feladatunk, hogy megtaláljuk, hogy kik is vagyunk mi valójában. So the Ho'oponopono helped me to start practicing this and trusting. Letting go and trusting. A Ho'oponopono segített nekem abban, hogy elkezdjek bízni és megtapasztalni azt, hogy ki is vagyok én valójában, és elengedni a számomra nem jó dolgokat. Living more in the present, not worrying so much. És ezáltal sokkal jobban a jelenben kezdtem élni, és nem aggódtam többé már a jövő miatt. Especially knowing I'm not alone. És megtapasztaltam, hogy nem vagyok egyedül. Okay, so Ho'oponopono could be as easy as saying thank you or I love you. A Ho'oponoponónak úgy tudjuk legkönnyebben megtapasztani, hogy azt mondjuk, hogy köszönöm, szeretlek. But what am I really doing when I say thank you or I love you? Because the thank you or I love you are just passwords. De mi is történik akkor, amikor én kimondom azt, hogy köszönöm, szeretlek, illetve tekintve, hogy ezek csak tulajdonképpen szavak. I am again stopping the programs. Megállítom a programot ilyenkor. I'm coming back to present. Visszajövök a jövő, vagy visszakerülök a jelenbe. I'm asking for help. Segítséget kérek. Allowing the help to come. És meg is engedem, hogy ez a segítség bejöjjön az életembe. And you know, it's universal law. When you ask for the help, the help always comes. És azt tudom, hogy amikor én megengedem, amikor segítséget kérek, akkor megengedem az univerzumnak, hogy segítsen nekem.
It's not like us. Oh, come later, I'm sleeping, I'm tired, I'm on vacation. No, this works 24 hours a day. Az univerzum nem olyan, mint mi, hogy később érkezik, meg jaj, bocs, most kicsikét alszom. Nem, az univerzum 24 órában állandóan válaszol, ha kérjük. Okay, so like I said, thank you and I love you. Ahogy mondtam, a szeretlek és a köszönöm, az két szó csupán csak. What I'm really doing when I say thank you and I love you is taking 100% responsibility. What is it in me that is creating this? Amikor ezt a két szót kimondom, hogy köszönöm, szeretlek, akkor 100%-ban felelősséget vállalok magamért. But I don't need to know what it is. I just need to know it's just a memory playing, a program. Ilyenkor nem kell tudni, hogy tulajdonképpen mi is történik, hanem csak hagyni, hogy a számunkra nem fontos dolgok törlődjenek. If I need to explain it to the intellect, I would say that every time I say thank you or I love you, I am pressing that delete key in my computer instead of talking to the monitor. The monitor cannot do anything. Ez tulajdonképpen olyan, mint amikor azt mondom, hogy köszönöm és szeretlek, mint hogyha a számítógépen megnyomom a delete gombot és nézem a monitor, de hát a monitor nem tudja ilyenkor, hogy mi történik. So actually everything in my life is the monitor. Everything that I experience is the monitor. I'm seeing my own memories, my own programs in the monitor. És minden, ami történik az életemben, az tulajdonképpen nem más, mint maga a monitor, a számítógép képernyője, és azt hiszük, hogy ez maga a valóság. Okay, so all you have to do is choose to delete instead of reacting to the monitor. You know, instead of talking to the monitor. Ezért egyetlen egy dolgunk van, hogy válasszunk. Azt, hogy törölünk, ahelyett, hogy elkezdenénk beszélgetni a monitorral, vagy véleményt formálnánk a monitornak. And a simple thank you, a simple I love you, passcode. By pressing the delete key, the computer already knows what to do. We don't have to give them any directions. We are just starting this process of letting go. Ez egyszerű kis két szó, a köszönöm és a szeretlek, ez engedélyt ad arra, hogy minden dolgot elengedjünk az életünkbe, ami nem minket szolgál. És nem kell rajta gondolkodnunk, hogy mi az, csak kimondani, hogy köszönöm, szeretlek. Ez a két kulcs szó. Is that easy? The thing is, if you are gonna believe me. Ez annyira könnyű, higgyétek el nekem. Because the intellect always suspect, you know, is suspicious of something simple. The intellect is even suspicious of happiness. Mert hogy az intellektus az mindig valami gyanúsat sejt mindenhol, mindenre magyarázatot keres, és ugyanígy a boldogságot is megkérdőjelezi. Maybe some people around you that you don't react. Or that you don't fight, you don't discuss, or that you are happy. Tehát nagyon szokatlan, hogy te ne reagálj valamire, ne adjál rögtön választ a körülötted lévő dolgokra. Ehelyett boldog legyél. Because you are showing them that they can do the same, but it's work. So not everybody wants to do the work, the inner work. És hát ugye a környezetnek ez nagyon fura lesz, mert ugye nem mindenki hajlandó arra, hogy belső munkát végezzen, hogy önmagán dolgozzon. But are you gonna go down with them? You have to decide. Just to belong, just to be accepted, just not to be different. De ez természetesen a te döntésed, hogy mit választasz. Azt, hogy inkább függsz másoktól, mások véleményétől, esetleg attól is, hogy ők lehúznak téged, vagy azt, hogy azt választod, hogy te más leszel, te magad mellett döntesz. Do you know the story of the crabs, if you put crabs in a bucket? Ismeritek-e a rák történetét, egy rákét, akit beraknak egy kosárba? You know, if you put only one crab in a bucket, the crab can climb out the bucket, no problem.
hogyha csak egyetlen egy rákot tesznek be egy vödörbe, akkor mindenféle probléma nélkül a rák fogja magát és kimászik. But if you put many crabs in a bucket and one wants to crawl up and go, everybody will pull from their legs. It will not let them go out of the bucket. De hogyha sok rákot tesznek bele egy vödörbe, és egy rák úgy dönt, hogy ő ki szeretne mászni, akkor az összes többi rák elkezdi visszahúzni a lábait. So what are you gonna do when they will pull you down with the legs? I said, no, let's all stay unhappy here. De tulajdonképpen ez történik velünk is, amikor elkezdünk kimászni a szimbolikusan a vödörből, minden dolog megpróbál minket visszahúzni. You have a very important decision to make. Ezért egy nagyon fontos döntést kell hoznunk. Okay, so I want you to know, I do not have a degree to do what I'm doing here today. Fontos az, ezért szeretném, ha tudnátok, hogy nekem arról nincs diplomám, amit most éppen ma tanítok nektek. I wrote several books that people tells me it changed their life. I never went to take a course about how to write a book. Uh-huh. Számos könyvet írtam már életemben, de senki soha nem tanított meg rá, hogy hogy kell könyvet írni. So, how do you explain this? Because our programs tell us that first we need the degree first to do something. Akkor most kérdés az, hogy hogyan is lehetséges ez, hiszen a mi programjaink arra tanítottak, vagy azt programozták belénk, hogy először meg kell tanulnunk azt, amit majd szeretnénk csinálni. Hogy lehetséges ez, hogy én tudtam könyvet írni anélkül, hogy tanultam volna? So maybe we have some programs to let go, yes? Talán akkor úgy néz ki, hogy ugye vannak olyan programjaink, amit akár hagyhatunk is elmenni. So you need to believe in yourself. Ezért elsőként hinni kell magunkba. You need to know that you were born with talents, innate talents. Hinni kell abban, hogy minnyájan ezzel a tehetséggel születtünk, vagy valamilyen tehetséggel születtünk. Minnyájan, mindenki. Choose to go to learn and be better on those talents once you know that that's what you love to do. That's what you would do even if you don't get paid. Hogy hinni kell abban, hogy mindnyájunkban van egy tehetség, amit meg kell találnunk, amit akkor is egy olyan szenvedély, amit akkor is szívesen csinálunk, hogyha esetleg nem is fizetnek érte. Believe in yourself. Hinni magunkba. Be yourself. Know what other people want you to be. Megtalálni, hogy ki is vagyunk mi valójában. Nem azok, amit a többi ember mond rólunk. Stop blaming, complaining, seeing yourself as a victim of others. És hagyjuk abba azt, hogy mindig másokat hibáztatunk a kudarcainkért. Okay, so I had a teacher for more than 10 years. Van egy tanárom, több mint 20 éve már. He's the one that taught me about Ho'oponopono. Ő volt az, aki megismertette velem a Ho'oponopono művészetét. But he gave me one advice that for me was the most important advice I receive in this lifetime. És ő adott nekem egy olyan tanácsot, ami az egész életem, úgy tapasztaltam, hogy az életem során a lehető legfontosabb tanács volt, amit valaha hallottam. When I found out I was going to teach, it wasn't in my mind that I was going to do this. I was looking for happiness. I was not looking to change careers. I was very successful as an accountant. Amikor elkezdtem tanítani, akkor nekem eredetileg nem az volt a szándékom, hogy én megváltoztassam a karrieremet, hiszen, mint ahogy említettem, én nagyon sikeres voltam ebben. But when I realized I was going to teach, I told my teacher, I'm gonna go and take classes about public speaking. Amikor elkezdtem tanítani, akkor rájöttem arra, hogy én ezt mennyire élvezem, és elkezdtem tanulni a publikus beszédet, a tömegek előtt való beszédet. And he told me, no, that will take out all your naturality. You just have to be yourself.
És akkor ő azt mondta nekem, hogy jaj, de hogy ne is csináld ezt, hanem csak bízzál magadba, hisz hogyha megtanítanak, akkor mind a saját természetességedet fogod elveszteni. Helyette higgyél magadba. That is the best advice I receive. I hope you take this in your heart today. You just yourself. When you are yourself, there is nothing you need to worry. Everything will just come to you. És ez volt a lehető legjobb tanács, amit valaha az életembe kaptam, hogy csak magamban higgyek. És ez az, amit szeretnék, hogyha eljutna a szívetekhez is a mai napon, hogy magatokba bízzatok, ne abba, amit mások mondanak. When you do things because you love them, not because of money, the money always follows, and it's much easier. Azt csináljátok, amit szerettek, és ne azt, amiért pénzt kaptok. Higgyétek el, hogyha azt csináljátok, ami a szívetekben van, amit szerettek, akkor utána a pénz is megjön hozzá. And it's really how it works. És ez így van, ahogy a dolgok működnek. So in my first book, The Easiest Way, I tell the story of the three old guys. Az első könyvemben, aminek a címe a legkönnyebb út, mondtam egy történetet három fiatalemberről. This lady goes out of the house and she finds these three old guys that look like they are hungry. A történet az, hogy egy nő kijön a házából, és ott talál három férfit, és mind a hárman úgy tűnnek, mintha éhesek lennének. So she invites them to come in the house that she would feed them, that she would give them some food. Ezért ő meghívja mind a hármat a házába, hogy megossza velük az ételét. But the one of the men says, is the man of the house in the house? Otherwise we cannot come. Erre az egyik férfi azt mondja neki, hogy a házúra otthon van, különben, mert hogyha nem, akkor mi nem tudunk bemenni. And she says, no, my husband is working. So the guy says, okay, so we cannot go. When your husband comes, ask him. And if he says yes, sure we'll come. Erre az asszony mondja, hogy nem, mert a férjem nincs itthon, dolgozik. Erre a férfi, aki az egyik éhes férfi, mondja neki, hogy akkor sajnos mi nem tudunk bemenni, hanem megvárjuk, majd szóljál nekünk, hogyha a férjed hazajött. So when the husband comes and she tells him, she says, yes, tell them that they can come and have dinner with us. És amikor a férj hazaérkezik, és megkérdezi tőle a felesége, hogy beengedheti ezt a három éhes férfit a házába, akkor ugye a férj mondja, hogy természetesen jöjjön közénk, megosztjuk velük a vacsoránkat. When she goes out and she invites them in, one of them says, we'd never go together. My name is love, his name is wealth, and he is success. Mm-hmm. Go and ask your husband who he wants to invite, because we never go together. Amikor kimegy a nő újra és meghívja őket, akkor az egyik férfi azt mondja, hogy de mi soha nem tudunk együtt menni. Az egyikünk a szeretet, a másikunk a jólét. And sorry, could you repeat the third one? The love, the wealth, and a siker. A harmadikunk a siker, és mi soha nem tudunk egyszerre bemenni a házba. So she goes out. Her husband, when she tells her husband, the husband says, well, let's invite wealth, because imagine, we fill out the house with wealth. And the wife says, why don't we invite success? Because with success, but the daughter was listening. And she said, why don't we invite love? And we fill out the house with love. Mm-hmm. És akkor elkezdenek tanakodni, hogy ki az, akit behívjanak. Az asszony a sikert szeretné, a férfi pedig a jólétet, mert ugye azt mondja, hogy legfontosabb, hogy jól éljünk. És akkor a kislányuk megszólal, hogy miért nem hívjuk be a szeretetet, hisz a szeretet a legfontosabb, hogy a házban szeretet uralkodjék. So they decide to do what their daughter says, and she goes out and she invites love to come. És akkor elhatározzák, hogy a lányukra hallgatnak, és ezért meghívják a szeretetet. But when they start, so she goes out, she invites love. But when they start walking, she looks behind and she sees the three are coming.
amikor kimegy az asszony és behívja a szeretetet, hogy jöjjön be a házba, akkor azt látja, hogy a szeretet után mind a jólét és mind a siker együtt érkezik. And she said, "How come? You told me you never come together." So they responded, "If you would have invited success or wealth, we would have stayed. The two of us, we would have stayed out. But because you invited love, wherever love goes, we go." És erre azt mondja a férfi, hogy azért, mert az asszony meglepődik, hogy hogy lehet az, hogy azt mondtátok előbb, hogy csak egyikütöket tudom befogadni vacsorára, hiszen soha nem jöttök mind a hárman. Erre a szeretet azt mondta neki, hogy igen, hogyha a jólétet vagy a sikert hívtátok volna, ők bejöhetnek egyedül is. De a szeretet az nem, hogy a szeretettel a másik kettő is együtt van. Mindig együtt járunk. So love yourself. Tehát ezért nagyon fontos, hogy szeressétek magatokat, szeressük magunkat. Do what you love, even if you don't get paid, because you just enjoy it. És csináljuk azt, vagy csináljátok azt, amit szerettek, még akkor is, hogyha nem kaptok érte fizetést. Believe in yourself, trust yourself. Higgyetek magatokba, és bízzatok magatokba. There is a part of you that knows. És van egy olyan részetek, aki mindent tud. Let go, stop the stories. Don't buy your own stories. És hagyjátok csak a történeteket, a régi emlékeket törlődni, elmenni. Live in the present. És a jelenben éljetek. Let go. És minden egyéb dolgot hagyjatok menni. And for some of us is let go and let God. Az, hogy elengedünk, az azt jelenti, hogy átadjuk Istennek. For me is letting go and allowing God to guide me, allowing God to help me. Nekem az, hogy elengedek, azt jelenti számomra, hogy átadom Istennek, és hagyom, hogy ő tegye meg helyettem, ő vezesse az életemet. I know that even if you don't believe now, if you start believing in yourself, you will start believing. És tudom azt is, hogyha például most ti nem hisztek, abban a pillanatban, hogy elkezdtek önmagatokban hinni, elkezdtek hinni az Istenben is. Please know that there is a more intelligent mind than ours. Tehát higgyétek el nekem, hogy a hit a legintelligensebb része a mi életünknek. It doesn't matter how you call it or how you understand it. És teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk ezt a hitet. But there is a more intelligent mind that create that thought of the human body, or the flowers, or the oceans, or the mountains. Tehát ez az Isten vagy univerzum, hát látjuk, hogy ő a legintelligensebb, hisz ő hozta létre a mi testünket, a növényeket, a virágokat körülöttünk, az állatokat, az egész világot. Let's become more humble. És legyünk sokkal szerényebbek, alázatosabbak. We don't know and we don't need to know. Mi nem ismerjük a dolgokat, nagyon sok dolgot nem ismerünk, és nem is kell, hogy ismerjük. We just need to be happy. Nekünk csak egy dolgunk van, hogy boldogok legyünk. And we can choose to be happy no matter what is going on around us. És ez a mi döntésünktől függ, hogy eldöntjük, hogy most boldogok leszünk, függetlenül attól, hogy mi zajlik körülöttünk. Okay, so the sooner we get this, the better, yeah? Don't wait. We adults don't know as much as we look like. És minél hamarabb meghozzuk a döntést, annál jobb. Nincs szükség arra, hogy várjunk. Okay, and we adults, we need to be happy, so we are the example for our children. So if we are happy, our children will be happy. És ezért számunkra, felnőttek számára fontos, hogy minél hamarabb meghozzuk ezt a döntést, hogy boldogok vagyunk, hisz mi vagyunk a példa a gyerekeink számára, hogy hogyan lehet boldognak lenni. Rendben? So I'm ready for questions, Dori. Is anybody has a question? És akkor most eljött a kérdezés ideje. Van-e bárkinek kérdése? Yes. Jó, igen, csak én fülessel nem hallom így.
she's asking, she has been doing the Ho'oponopono for 3 weeks, but earlier she had read Joe Vitale book, and in this book there were 4 words, not 2. And what do you think about it? Because you just only mentioned 2 words. Okay, thank you. Okay, so I Joe Vitale probably received it by inspiration, yes, the 4 phrases. And that's how somehow Ho'oponopono became a little bit commercial, yeah, and became like everybody said the 4 words. There is much more than that, yeah, and there is much more than even thank you or I love you, but they work. And many people are using the 4 phrases and they work. So Ho'oponopono really is about 100% responsibility, like I said, and I'm sorry for whatever is in me, yes? So it's really, I'm sorry, please forgive me for whatever is in me that created this. We do not need to say all that. We just can say thank you, or we just can say I love you, because replaces all that. But Joe Vitale came to a seminar and kind of put it all together, and he said, Ho'oponopono is, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. And what I tell people is, if you learn it like that, if you are practicing like that, I would continue. If it's already natural in you, but I have to tell you that just by saying thank you, God told my teacher, Dr. Ihaliakala, it says, you know what, just tell them to say thank you, I know what they mean, yeah? Mm-hmm. And I also want to say that I don't need to feel thank you. I don't need to feel I love you, because I'm just pressing that delete key. Oh, I'm sorry, you have to translate. Yes, thank you. Yes, okay, but I'm tried to memorize. De hát a Joe Vitale könyvben, valószínűleg amikor Joe Vitale megírta ezt a könyvet, akkor inspirálva volt. Tehát ezeket a gondolatokat kapta, de amikor Mábel beszélt az ő mesterével, akkor ő mondta neki, hogy az eredeti módszerben tényleg csak elég annyit mondani, hogy köszönöm, szeretlek, és még arra sincs szükség, hogy ezt a szeretetet vagy a köszönetet átérezzük. Azáltal, hogy kimondjuk, ezzel tulajdonképpen a delete gombot megnyomtuk a számítógépen, ugye a szimbolikus számítógépünkön, és ezért minden törlődik. De viszont, hogyha te úgy érzed, hogy ennek a 4 szónak az ismétlése számodra hatásos, hogy ez úgy érzed, hogy ez működik, akkor természetesen minden további nélkül folytasd. And she, the other part of her question was that whenever she says that sorry, who does she tell it to God or to her inner child? Okay, so I like to share it in 2 parts. Somebody asked me that question. Tehát ilyenkor mindig 2 rész van, amikor valaki ezt a kérdést teszi föl nekem, akkor a válaszom 2 részből áll. Okay, when you press the delete key in your computer, do you need to know how the computer works? How they connect inside and how the computer really erases? Amikor te megnyomod a számítógépeden a delete gombot, akkor természetesen nagy valószínűséggel nem tudod, hogy ez hogyan működik. Te egyszerűen csak megnyomod és bízol abban, hogy minden törlődik. Okay. So sometimes we ask question because is the intellect trying to understand, and there is nothing to understand here. És amikor kérdéseket teszünk föl, akkor tulajdonképpen az intellektusunk számára teszünk föl kérdéseket, mert az intellektus szeretné tudni, hogy a dolgok hogyan működnek. The intellect doesn't need to. The intellect cannot understand this. És ez az, amit az intellektus nem tud megérteni, hogy ez hogy működik. Okay, so first I want to make that clear. It's important for us to somehow understand a little bit of this, yes, or how we operate. És ezért ezt szeretném tisztázni, mert nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy ez hogyan működik. Because we are not happy because of the kind of questions we ask ourselves, or the kind of answers that we are expecting or trying to understand. Mi azért nem vagyunk boldogok, mert ilyen kérdéseket teszünk föl, és különböző válaszokat várunk ezekre.
If you tell a child just to say thank you, the child will say thank you and will not ask anything. Hogyha But ezt... we adults, we need to understand. És hogyha ezt egy gyereknek mondod, hogy csak mondd azt, hogy köszönöm, akkor ő meg fogja érteni, mindent tud. De számunkra, felnőttek számára mindig a magyarázatok szükségesek. So for me it's important for everybody to grab this, yes? Because we all do it. Tehát számomra ez nagyon fontos, hogy megértsétek, hogy amikor felnőttek vagyunk, akkor az intellektusunk így működik, hogy mindig válaszokat keres. De ezzel nem lesz boldog. So now I'm gonna answer the question. Tehát most fogok akkor válaszolni a te kérdésedre. Okay, so for me, I'm saying it to God, to that God inside of me. És ilyenkor én azt mondom Istennek, és az Isten az pedig én bennem van. But I tell people, you want to say it to your inner child, the subconscious mind, do it. De hogyha te úgy érzed, hogy ilyenkor a belső gyermekednek, vagy a tudattalanodnak beszélsz, akkor mondd nekik, ahogy neked jobb. You want to say it to the memories that are playing in and programs in your subconscious mind? Do it. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy ez a benned futó programoknak, vagy emlékeknek szól, akkor tedd ezt. So this is an inside job and I don't need to understand and when I try to understand I'm wasting precious time. Tehát ez egy belső munka, amit nem kell megérteni, és hogyha arra pazaroljuk a drága időnket, hogy ezt megértsük, hát nem, nincs értelme. Listen, when I press the delete key, the computer erases even if I'm angry. Hogyha én azt mondom, hogy köszönöm, akkor a bennem lévő delete gomb megnyom mindent, és töröl mindent, még akkor is, hogyha én például mérges vagyok. I don't need to feel thank you or I love you. És I sem... just need to thank you, I love you. Tehát nincs szükség arra, hogy ezt most átérezzük, hogy szeretlek, köszönöm, nem. Csak mondd ki, hogy szeretlek, köszönöm, és a törlés megtörténik. I'm just letting go as fast as I can. I'm giving my problems to God, to the universe as fast as I can. I'm not thinking or I'm not feeling. Who am I giving this to? Ilyenkor az történik, hogy csak átadom a problémámat az Istennek, az univerzumnak, és amilyen gyorsan csak lehet, hagyom törölni. Another thing that is misunderstood is I don't need to think about the problem. I never know what I'm cleaning with anyway. A másik fontos dolog vagy félreértés, hogy nincs szükségünk arra, hogy gondolkozzunk azon, hogy mi is ez a probléma vagy gond. Egyszerűen csak hagyjuk, hogy törlődjön. So thank you because this helps me to be more clear specifically with Ho'oponopono. I just wanted today to be about being ourselves, to allowing ourselves to be happy. Tehát a Ho'oponopono az tulajdonképpen annyi, hogy megtudjuk, hogy ki is vagyunk valójában, megtaláljuk a mi belső valóságunkat, akik vagyunk, és úgy tudjuk a dolgokat törölni, hogyha csak kimondjuk, hogy köszönöm. Yeah, more than the technique itself, but definitely Ho'oponopono can help me to let go of everything I'm not be able to be happy. És a Ho'oponopono segített nekem abban, hogy minden olyan dolgot elengedjek az életemből, ami nem engedte meg, hogy én boldog legyek. I'm sorry, Mabel, but now the time is over. And thank you very much. Thank you, guys. Kosanov. Can you hear? Thank you. So I'll see you. Yes? I hope I'll see you in Budapest this year, in the autumn. És remélem, hogy viszont látlak benneteket ezen az őszön Budapesten. And a big hug to Clara Mora that made this possible and to you for the opportunity. Thank you. You're welcome. I was very happy to do that. És egy hatalmas ölelés Klárának, aki hozzájárult ahhoz, hogy én ma itt lehettem.
And thank you very much. Bye bye.